Sziasztok, Robin vagyok, és képzeljétek el, hogy megvásároltam a legújabb nagy Marvel képregénygyűjtemény számát, vagy kötetét, méghozzá Deathlok eredet történetét. Úgyhogy nézzük is meg magát a kiadványt. És ugye, ahogy látjátok, 113. száma. 3090 forint volt. Úgyhogy lássuk is. Magát nézzünk bele. Kicsit. Akkor így nézzük. Ez fura volt, de semmi gond. Íme maga Deathlok, a pusztító eredet története. És itt van maga a kiadása is, hogy csütörtökű napon jelent meg, április 2022, és itt van maga a stáblista, hogy látjátok. Most ez egy kicsit különleges lesz így a bemutató videóm, ahogy láttátok így az elején, de így is jó, engem nem zavar. Itt van ugye a főszerkesztőtől egy kis gondolat ezzel a témával kapcsolatosan. És itt van maga az első borítóképe Deathlokról. És hát ugyancsak, mint ahogy mindig is szokott lenni, hogy akciódús, izgalmas, kalandos történet, és hát megtudjuk, hogy mégis az eredet történetét Deathlokról sok érdekességet meg fogunk tudni róla. Ja, jó sok bunyó van benne, itt van következő ilyen borítókép, amit láttok. Ezt a karaktert annyira nem ismerem, úgyhogy jó, hogy kijött róla egy ilyen eredet történet. Elég keveset láttam ezt a Deathlok nevezetű karaktert. Is van egy borítókép, ugye a következő folytatáshoz, történet folytatáshoz. Igen. És ugye egy kicsit másképp fogom most így csinálni. Jó, na itt van a rövid leírása is az eredet történetéről kapcsolatosan. Úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a bemutató videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!